Sziasztok, ez itt a Darts. A mai műsorban a graffiti történelmével ismerkedhettek meg, és láthatok egy interjút Betával is. A graffiti szó hallatán sokaknak más jut eszébe, mint amit ez valójában jelent. Vannak, akik hajlamosak ezt a vandalizmussal azonosítani. A graffiti viszont önkifejezés, így tehát művészet. Ismerjük hát meg valójában, mit akar ez a kifejezés, és hogy honnan is ered ez az egész. A művészet történelemben a graffiti megnevezés a különböző felületekre karcolt szimbólumokat, feliratokat és rajzokat jelenti, amik az ókori időkben keletkeztek. Ma már mást értünk e szó alatt. A modern graffiti a 60-as évektől kezdte felvenni azt a formát, ahogyan ma ismerjük. Kezdetben egyszerűen kivitelezett, de frappáns, ötletes, falra fújt szövegek voltak ezek, majd néhány punk együttes is használt a saját hírnevük növelésére. Az amerikai nagyvárosok bűnbandái kezdték a graffitizést területeik megjelölésére használni. Miután az egész mozgalom központja a 70-es évek elején Philadelphiából New Yorkba költözött, elkerülhetetlenül kapcsolatba került az akkor kibontakozóban levő hip-hop kultúrával. Olyannyira, hogy a falfestészetet ma már a hip-hop elkülöníthetetlen alapelemeként tartják számon. A New Yorki firkászok között elkezdődött a versengés, ki tud minél többet és minél több helyre alkotni. Előszeretettel festettek vonatok oldalára, amik bejárták az egész várost, így kreativitásukat és üzeneteiket könnyen eljuttathatták a város minden szegletébe. A graffitisek általában valamilyen álnéven alkotnak. Legtöbbször ezen nevek kidíszített változatait festik, de olykor ezeknek csak az egyszerűbb vonalakból álló változatait, az úgynevezett tegeket rakják fel, amik egy-egy aláírásnak felelnek meg. Általában az utóbbi az, amit az átlagember nehezebben tolerál, és néha joggal vandalizmusnak nevez. De vannak olyanok is, akik az aprólékosan kidolgozott nagy gonddal megfestett mesterműveket is képesek egy helyre sorolni az igénytelen tegekkel vagy a trágár feliratokkal, és mindegyiket graffitinek nevezni. Az egyik ilyen a sablon graffiti. Az abból áll, hogy saját készítésű sablonok segítségével fújnak fel mintákat, amik lehetnek egy rétegűek vagy több rétegűek. Az utóbbiakkal árnyaltabb és részletgazdagabb képek készíthetőek. Láthatunk az egyszerű ábráktól kezdve akár festményekkel felírő képeket is. A másik terület a matricázás. Itt az alkotás elkészítése nem az utcán folyik. Az öntapadós papírra a grafikákat otthon rajzolják vagy nyomtatják. Az egyszerűbb kisebb matricák elhelyezése csak egy pillanat, de itt is találkozhatunk nagyobb, több részből álló alkotásokkal, amiket azért időigényesebb felragasztani. Sok ilyen művész képe már kiállításokon díszelek. Nem ritka, amelyiküknek saját cége van és reklámplakátokat vagy webfelületek grafikáját tervezi. A graffiti igenis művészet, jelen ismert művészet. A firkászok nem rombolni és csúfítani akarnak, hanem a falakat médiumként használva üzenetet közvetíteni. Hát a hétköznapjaimat mostanában annyira nem határozza meg, mert sajnos kevesebbet festek, de régebben eléggé meghatározta. Iskola után elmentünk festeni. Iskolában, órákon, hát ugye unatkozik az ember, mit csináljon, vázlatolgat, firkálgat. És ugye a hobbim is a rendezvényszervezés e köré fonódott a eleinte. Kiállítások szervezése, kis élőfestések, graffiti jamek szervezése, és egy bizonyos úgymond graffitis kör kialakításai. Mivel egri vagyok, így egyértelműen az egriek eléggé inspiráltak, főleg az aluljáróban alkotott munkák, mert elég régóta ott vannak, és elég színvonalasak, mint országosan, mint európailag elismert a Color Defects nevű csapat. Nekik a munkáik meghatározóak voltak, és egyéb egri úgymond nagyok, idősebbek. Meg hát persze mai modern világban az internetnek nagy hatalma van, és az interneten látott alkotások is egyértelműen inspiráltak és megfogtak. Előtte már rajzoltam magával ezzel a stílussal, olyan 3-3 és fél éve ismerkedtem meg. Megtetszett az, hogy eltér a hagyományos festéstől, és lehet vele olyan dolgokat alkotni, olyan szépségei vannak, amit más technikával nem lehet megcsinálni. Hozzám leginkább különböző non-figuratív alkotások, illetve figurális
alkotások állnak közel a betűfestészet, annyira nem az erősségem, és nem is annyira szimpatizálok vele. A graffiti az valóban szerteágazó, és nagyon sok ágazata van. Stencilezés, azaz sablonozás, matricázás, plakátolás. Ezeket a technikákat szoktuk alkalmazni, vagy egy konkrét alkotásba többet, tehát sablonozunk bele, akár plakátot festünk körbe, kiegészítjük így, úgy, amúgy, de külön-külön is szoktuk alkalmazni. Több graffiti kiállítás van Magyarországon, mind itt Egerben is, ugye a kis zsinagógában, volt már a Művészetek Házában is. Sőt, Pesten konkrét galéria is van, ilyen graffiti szaküzletek mellett, akár az egyik helyiségben a felső tér lett kialakítva, ahol mindig különböző graffitisek mutatják meg a tudásukat. És ők is vegyes technikát is használnak, mint ahogy ezt így említettem az előbb, hogy nem csak konkrétan az úgymond graffiti, az akrilfesték szóró használata, ami meghatározó, hanem akár belenyúlnak ecsettel, akrillal, vagy esetleg ragasztanak különböző matricákat. Ez sokkal izgalmasabbá és változatosabbá teszi az alkotásokat. Egyre nagyobb szerepe van, és egyre jobban elfogadják az emberek ezt a műfajt. Egyre több az ilyen megrendelés, mint üzletek dekorációja, mint cégek bizonyos homlokzatai. Ezt is különböző graffiti művészek csinálják, és meg vannak vele elégedve, mint a megrendelők, mind akik ugye csak látják az utcán vagy egyéb helyeken ezeket a dolgokat. És olyan dolgokba is beépült manapság a graffiti, ami szerintem nagyon nagy szó, hogy elfogadják teljes értékűen ezt. Nagyon sok 3, 4 vagy 2 betűs teget látunk a falokon, ezek valószínű csapatoknak a nevei. Igen, én is benne voltam egy bizonyos csapatban, Art Factory volt a nevünk, ilyen címen csináltuk a kiállításunkat is a Művészetek Házába. Nagyon-nagyon gyakori az, hogy ezek a csapatok mostanában egy rajzot készítenek el. Az 5 ember konkrétan egy rajzot formál meg mondjuk, és ezt egy átlag ember nem biztos, hogy látja, hogy több ember készíti el, csak azt látja, hogy különböző stílusok jelennek meg a rajz jobb, bal, középső oldalán. Ez is szerintem sokkal izgalmasabbá teszi ezt az alkotást, vagy ezt a műfajt. A graffitizés az összeköthető sok dologgal az én életemben is, például, ahogy említettem, bulik szervezése, rendezvények szervezése. Mindig megjelenik valahogy a művészet, és a művészeteknek ez az urbanisztikus formája, vagy graffitizés. Ilyen rendezvények elég sok van Egerben mostanában, ezeket mi szoktuk szervezni, és május 30-án is lesz egy ilyen összművészeti fesztiválnak mondható komoly rendezvény. A délutáni órákban lesz egy graffiti jam, ahol budapesti, egri és több vidéki graffitis is meg fog jelenni. Valószínű, hogy azért tekinthető a magyar graffitizés egy kicsit érdekesebbnek, ha bár lehet, hogy ez világviszonylatban is így van, hogy az emberek nem magukkal foglalkoznak. Egymást szídják, egymást oltogatják, mind az internetes fórumokon, mind élőben. Ezek a csapatok vetélkednek egymással, de nem egészségesen vetélkednek, hogy minél jobbra törekszem, minél szebbet akarok kihozni. Csupán azzal törődnek, hogy a másik éppen hova fújt, az miért lett rossz, miért nem sikerült olyan szépen. És valójában az lenne a helyes megoldás szerintem, ha mindenki azzal törődne, hogy ő éppen mit csinált. Persze egy egészséges versenyzésnek kell lenni, mert az viszi előre az egészet, hogy ez a csapat itt tart, akkor mi is sokat festünk, és próbálunk legalább olyan jót alkotni. Köszönjük a figyelmeteket, ennyi volt mára a Dart. Nincsen apám, se anyám, se istenem, se hazám, se bölcsőm, se szemfedőm,
se csókom. Se szeretőm. Harmadnapja nem eszek, se sokat, se keveset. 20 esztendőm hatalom, 20 esztendőm eladom. Hogyha nem kell senkinek, hát az ördög veszi meg. Tiszta szívvel betörök. Ha kell, embert is ölök. Elfognak és felkötnek. Áldott földdel elföldnek. Halált hozó fűterem, gyönyörű szép szívemen.